A város polgármestere és a felajánló ültette el az utolsót azok közül a fák közül, amit az alsótekeresi faiskola ajándékozott Székesfehérvárnak azon alkalomból, hogy 25 éve a kezdetektől részt vesz a Virágos Magyarország versenyben. Székesfehérvár a kezdetektől fogva 1994 óta jelentkezik a Virágos Magyarország versenyre. Tavaly a 25 éves jubileum évet ünnepeltük, és a 324 település közül az alsótekeresi faiskola 25 jubileumi fát ajánlott fel Székesfehérvárra, aminek nagyon-nagyon örültünk, hiszen majdnem 1 millió forint értékű fát adományozott alsótekeresi faiskola a városnak. Ezek a fák mennyire illenek egyébként a város fái közé? Évek óta közösen dolgozunk az alsótekeresi faiskolával, szakmai találkozón tapasztalatot cserélünk, hiszen közel van ez a faiskola. Nagyon jól tudják ellenőrizni, hogy az itt elültetett fák milyen egészségi állapotban vannak, úgyhogy olyan fákat ajánlott fel Barabics Elemér, amely fák itt biztosan nagyon jól fogják magukat érezni, várostűrő házfákról van szó, és olyan fákról, amelyek még ritkaságok, most lettek elfogadva, például az egyik sziszi fajta, úgyhogy nagyon büszkék vagyunk, hogy most már ezeket a fákat parkba is láthatják a kedves lakók. A 25 fa a Halesztigetben kapott helyet, két fajta hársról van szó. Az egyik Szent Istvánról kapta a nevét, a másik pedig Sziszi hercegnőről, azaz Erzsébet királynőről. Igazi hungarikumok. Látni kell azt, hogy jelen időszakunkban óriási éghajlati változások vannak, másrészt a városoknak, a belvárosoknak a klímája egy különleges nehézséget támaszt a növényekkel szembe, és így faiskolánk kiemelten foglalkozik a klímaváltozást, a várostűrést jobban viselő fafajok nemesítésével. Ez a két hársfajta, amit itt elültettek, ez nagyon szép példája ennek a törekvésnek. Az egyik fajta a Szent István, ez Budapesten lett szelektálva a legforgalmasabb Karolina úton, Karolina út legforgalmasabb szakaszán, ahol naponta több ezer kocsi megy végig, füstgáz van, beton, flaster, és ez a fasorban, ez a fa bírta a legjobban a gyűrődést. Ezt észrevette a Kertészeti Egyetemnek a tanárnője, Benczúr Erzsébet, és leszaporítottuk, és valóban az utóvizsgálatok azt mutatták, hogy ez valóban egy igen jó várostűrő fafaj, és 2000-ben az ezredfordulón ezt fajta szintjére emelték, Szent István nevet kapta. A másik fajta az egy ezüsthárs fajta. Az ezüsthárs hazánk ékessége, egész a balatonig honos, és ez a fajta, ez egy nagyon jól tűri a éghajlatunkat, és dekoratív növény. Ez a sziszi, ez egy különleges szelekciója ennek a fajtának, egy kicsit később fakad, a lombja egész nyáron gyönyörű türkiszöld, aranysárga lombszíneződése van, szép, kompakt, tömött, kúp alakú formája. Tehát kimondottan egy szép várostűrő fajta. Úgy gondoltam, hogy Fehérvár, mint királyi székhely, megérdemli azt, hogy két ilyen neves, becses személyiségről nevezett fajtát ültessünk ide, a Szent Istvánt és a Sziszit. Egyébként a faiskola kialakított egy albarégia sorozatot is, így van albarégia kör is, platán és több más fajta is. Ezeket Székesfehérvár legellenállóbb fáiból szaporították. Máskülönben faiskolánknak egyik fő tevékenysége a várostűrő és éghajlati változásokat jobban tűrő fajták, fafajok szelektálása. Itt a városban is több szép egyedet gyűjtöttünk össze, tehát a városban a legszebb növényeket kiemeltük, valószínű, hogy azért a legszebbek, mert a legjobban tűrik, legjobban viselik a helyi környezetet, ezeket leszaporítottuk. Így
egy helyi, speciális székesfehérvári klón gyűjteményünk lett, és ebből a legszebb fajtákat Alba régiának nevezzük el. Így van már Alba régia platánunk, Alba régia kőrüsünk, de egyéb Alba régia fajtákat is tervezünk, illetve előkészületben vannak. Úgyhogy ez egy nagyon jó példája annak, hogy a helyben nemesített, a helyben született, a helyben evolucionálisan, helyben kialakult génanyagok a legjobbak és a legalkalmasak arra, hogy ilyen célokra használjuk. A város polgármestere szerint jó helyre kerültek a fák, hiszen a Halesz a város egyik leglátogatottabb közösségi tere. Kifejezetten nagy fákról van szó, tehát ők azért már azt gondolom, hogy megfelelő életkorba kerülnek ide, hogy ne csak látványosak legyenek, hanem látszódjon, hogy bizony itt a Halesz faállománya így jelentősen tudott bővülni. De erről a 25 fáról azt gondolom, hogy fontos elmondanunk, hogy felajánlás eredménye. Az alsótekeresi faiskola volt az, amelyik a várossal folytatott régi kapcsolatára hivatkozva úgy döntött, hogy a 25. évfordulóján a Virágos Magyarország rendezvénysorozatnak, aminek Fehérvár minden évben részese, felajánlja Fehérvárnak ezt a 25 fát, és azért is különlegesek, mert egy elhangzott, egy Alba régia sorozat részeként kaptak nevet, mégpedig az egyiket Szent Istvánról, a másikat pedig Sziszíről nevezték el. Azt gondolom, hogy így különösen érdekes és szép dolog, hogy ide kerültek a Haleszba, abba a parkba, ami eleve az egyik legfontosabb zöld területe is, és közösségi tere is a városnak, és azt hiszem, hogy itt most a sétány mellett a 25 fa az nagyon jól is mutat, de ami talán ennél jóval fontosabb, hogy a levegőtisztasághoz hozzájárul, hiszen mégiscsak a Budai út mellett vagyunk, ami az egyik legforgalmasabb gyűjtő útja Székesfehérvárnak, és ezáltal a klímavédelemnek ezek mindig fontos lépcsői. Mindig elmondjuk, hogy folyamatos a faültetés a városban, nem csak azért, mert bizonyos fejlesztéseknél elő is írja a jogszabály, hogy fát kell ültetni, hanem annál jóval nagyobb számban ültetünk fát a városgondnokságon keresztül, hol felajánlásokból, hol támogatásokból, hol pedig az önkormányzat saját forrásaiból. Tavasszal és ősszel történik faültetés, most a tavaszi faültetésben is sok száz fát ültetett el a városgondnokság, gyakorlatilag a város minden részén. Ebbe beletartoznak új parkolók, ahol új parkolót alakítottunk, és ott a fák most kerültek kiültetésre, mondjuk a színház mögötti parkolónál látszanak már a fák, de beletartoznak a közterületeink, a közparkjaink, ahol most volt lehetőség fapótlásra, vagy kifejezetten úgy faültetésre, hogy az az őszfa állomány számát a városnak növeli. Szerencsére a zöld felület arány folyamatosan emelkedik, folyamatosan nő, a faállomány is folyamatosan növekszik, de azt hiszem, hogy ennek az indokoltságát ezzel mindenki egyetért. Úgy gondolom, hogy ha van kérdés, amiben nincs vita a városban, akkor az, hogy a zöld területek arányát növeljük, a parkok számát, a virágos kertek számát és a faállományt folyamatosan bővíteni tudjuk. Azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos cél. A fejlesztéseknél rengeteg szempontot kell szem előtt tartani. Mindent figyelembe kell venni egy tervezésnél, a közműveket, az, hogy van-e vezeték, mekkora a térigény, tehát egy jó szakember az adott területre tervezi a fákat, és szerencsére nagyon sokféle fából lehet választani. Valóban vannak olyan fasoraink, akár a gesztenyefasor, amit megőrzünk és próbáljuk olyan fákkal pótolni, és nem szüntetjük meg. Itt gondolok a piros virágú gesztenyére, tehát mi is figyelembe vesszük, hogy valamikor az őseink milyen fákat ültettek, szép platánfasoraink vannak, de ma már nagyon oda kell figyelnünk, hogy várostűrő fák kerüljenek a mostani ültetéskor a városba. Székesfehérvár pedig kifejezetten nagy hangsúlyt fektet erre. Székesfehérvár megyeugó városokkal közösen csatlakozott az úgynevezett Under 2 nemzetközi környezetvédelmi, klímavédelmi kezdeményezéshez. Ez nem csak egy csatlakozást, hanem kötelezettségeket is ró a városba, hosszú kimondani, de ütemezetten a következő 50 évre, és ebben nagyon-nagyon komoly szerepet kap az, hogy a zöld területi arányt növeljük, és a faállományt is növeljük. Ennek megfelelően újítottuk, mentettük meg a Sóstót, ami mégiscsak egy 218 hektáros csodálatos területet,
természetvédelmi környezet, fantasztikus, különleges madárvilággal, de szeretnénk tovább lépni, és részben az alsóvárosőrét, részben pedig a palotavárosi tavak mögötti terület tekintetében vannak komoly terveink, az úgynevezett Fejérvár tüdeje program keretében. Az alsóvárosőrétnél a legfontosabbat már meg tudtuk valósítani, az állam segítségével a modern városok program keretében több mint 1 milliárd forintból meg tudtuk vásárolni azt a területi egységet, az több mint 100 hektár, és a korábbi besorolás szerint, még egyszer úgy, hogy magántulajdonban volt, a tulajdonos ipari területként beépíthette volna. Tehát a rét helyett ott ipari üzemek lehettek volna. Szerencsére ezt így most meg tudtuk előzni azzal, hogy a város megvásárolta a területet, és már zajlik az átsorolása. Ebben az évben már hivatalosan jogi értelemben is zöld terület lesz, és hosszú távon is szeretnénk akként megőrizni, hiszen egy óriási kincs, ugyanúgy, mint a palotavárosi tavak környéke. Ott a tó környékén lesz egy hasonló fejlesztés, mint a Túrózsáki úton, tehát egy ilyen sportrekreációs közösségi tér jön létre. Az egyik tó elem az természetesen abszolút a horgászoké marad, és számukra egy közösségi teret hozunk létre, viszont a tó mögötti területet parkosítani szeretnénk, virágos kerttel szeretnénk ellátni, illetve több ütemben erdősítés is megvalósulna. Ez több mint 180 hektáros zöld területfejlesztést jelentene. Itt a tervek az első ütem tekintetében elkészültek, az engedélyekkel rendelkezünk, és a közbeszerzés hamarosan megjelenik, már a kivitelezésre vonatkozóan, úgyhogy bízom benne, hogy idén tudunk szerződni, munkaterületet átadni, és hát nyilván az időjárás függvénye is, de legkésőbb jövő tavasszal már a beruházás el fog tudni kezdődni a tó környékén, és utána több ütemben fogunk haladni egészen az elkerülő útig. Fontos azt is elmondani, hogy hamarosan elkezdődik a kiosztása a virágos Fehérvárért akción belül azoknak a növényeknek, amelyeket a pályázók, akár magánszemélyek, akár társasházak, intézmények egyébként pályázatként benyújtottak. Szerencsére elmondható, hogy a tavalyi egyébként rekordhoz képest valószínűleg újabb rekordot sikerül megdönteni és elérni, ami szerencsére azért örvendetes, mert látszik, hogy nagyon nagy társadalmi igény van arra, hogy minél több virágosabb zöld terület legyen, és ebben készek a közösségek részt venni, hogyha hamarosan értesítést fog mindenki kapni arról, hogy mikor, hol, milyen módon veheti majd át a növényeket. Ez pedig azért nagyon és kiemelkedően fontos, mert ez a város egész területén egyébként jelentkezni fog. És talán itt a beszélgetés végéhez közeledve, ugyan még nem most hivatalosan bejelentve, de azért el lehet mondani, hiszen ez a mostani faültetés itt a Haleszban is összefügg a Virágos Magyarország mozgalommal, aminek keretében ugye Fehérvár most már nem csak magyarországi, hanem nemzetközi, európai elismerésekben is részesült, és ennek keretében azt gondolom, hogy egy nagyon nagy előrelépés, hogy Magyarországon első nagyvárosként meghívást kaptunk a világ egyik legjelentősebb virágos versenyére. Ez egy kanadai székhelyű verseny, tehát tengeren túli, magyarul a világ városait szemmel követő és egy nagyon-nagyon szűk klubot jelentő körébe. Azt gondolom, egy nagyon nagy megtiszteltetés. Túl azon, hogy ez egyfajta verseny, amire nyilván szeretnénk felkészülni, azt is egyértelmű mutatja, hogy a nemzetközi zsűrik által is Székesfehérvár jegyzett a zöld területei, a virágos területei tekintetében, nem csak Európában, hanem most már a világ másik felén is. És fontos azt is elmondanunk, hogy ez azzal jár, hogy itt nem csak egy időpillanatról van szó, hanem hogy a következő években részben lehetőséget, részben felelősséget is ad, hogy ezt a bizonyos, ezeket a területeket ápoljuk, gondozzuk a városgondnokság szakemberei segítségével, egyúttal pedig fejleszteni is tudjuk, és új területeket is létre tudjunk hozni. A város polgármestere kéréssel fordul a városban élők felé. Keressük azokat a területeket, ahol van erre lehetőség, sőt olyan területeket is, ahol adott esetben egy-egy régi használaton kívüli épületet bontunk, és helyette zöld területet, parkot alakítunk ki. Aki tud ilyen helyet, az kérem, hogy akár a városgondnokságnak, akár a területi képviselőnek, akár nekem küldje el, meg fogjuk vizsgálni, és ahol van lehetőség, akár viszonylag kis területen is zöld területet kialakítani, vagy éppen fát ültetni, virágokat ültetni, ott ezt meg fogjuk tenni.